Gyermekek és szülők együtt Sóstó egyik parkerdőjében az őszi szünetben. Több tucatnyi fa található ezen a helyszínen is, nagy részük azonban már előregedő állapotában van. A Sóstó gyógyfürdőért alapítvány egy 2 éves programot indított el a városrész zöld területének frissítéséért, melynek köszönhetően 2022 második feléig összesen 488 fát ültetnek el helyi vállalkozók felajánlásainak segítségével. Hála Istennek a rendelkezésre állt egy olyan összegű forrás, amiből idén már 190 fát el tudunk itt ültetni a Sóstón. Ezek mind nemes fák, az éger, juhar, oszlopos tölgy, oszlopos gyertyán, vörös tölgy, mögöttem, amit most itt ültettünk, ez egy nagy levelű hás, úgyhogy igazából olyan szép parkfákkal szeretnénk pótolni a kiöregedett vagy kivágásra kerülő fákat, amely színesíteni fogja a sóstói zöld felületnek a minőségét, a közparkoknak a minőségét. A következő 2 évben a tó valamennyi oldalán láthatóak lesznek új csemeték. A Krúdi Vigadó, a Tófürdő, az Igrice csatorna, a Berenát utca és a Kemecsei úti református templom környéke egyaránt része a programnak. Vannak még egyéb területek, amelyek a következő évben szóba kerülhetnek, de nyilván szeretnénk azt is látni, nem szeretnénk túlültetni, tehát szeretnénk, hogy ez a ligetes, sóstói erdős, ligetes hangulat megmaradna, és nyilván figyelembe kell venni a közműveket, ami a földben van, tehát nem is olyan egyszerű azért 190 fának a helyét megtalálni, elég sokat járkáltunk itt, hogy mindegyik fának egy olyan helye legyen, ahol már a jövőben is megmarad, a meglévő fák mellett meg tud élni, illetőleg a közműveket sem rongálja, tehát szeretnénk olyan fákat ültetni, amelyek vagy 100 év múlva is ugyanazon a helyen lesznek. A zöldváros projekt részeként az elmúlt években többek között a Bújtosi Városliget és a Pazonyi tér is új fákkal gazdagodott, jelenleg pedig a Benczúr besenyei tér zöld felületeinek felújítása zajlik. Nyíregyháza városvezetése igyekezett bevonni a civil szférát is a kezdeményezésbe. Meghirdettem egy polgármester felültetési programot azzal a szándékkal, hogy ez ne csak azon kormányzat ügye legyen, hanem társuljanak hozzánk. Reméltem, hogy sokan fognak, de meglepett, hogy mennyien, hála Istennek. Cégek, intézmények, magánszemélyek, baráti társaságok, és így már összesen lehet számolni, hogy hány pontján a városnak ültettünk fákat, és fontos volt, hogy ilyen előnevelt nagyobb fákat ültessük, amik jobban megmaradnak. Jól példázza a törekvés sikerét, hogy csak ebben az évben a Nyíregyházi Vállalkozók Egyesülete 120 fát ültetett, összesen pedig az elmúlt években már több ezer csemetével bővült a megyeszékhely faállománya.